És akkor most, hogyha velem maradtok, akkor bemutatnám nektek azt a diasort, amit összeraktam már régebb óta, csak ma egy kicsit átdolgoztam, ami arra szolgál, hogyha mondjuk esetleg szeretnél elindulni ebbe az üzletbe, akkor hogyan tudsz gyorsan elindulni, illetve mi az a pontok, amiknek meg kell, hogy feleljél, és csinálnod kell ahhoz, hogy tényleg sikeres legyél ebbe az üzletbe. Úgyis én mindig azt tapasztalom, hogy ebbe az üzletbe azok lesznek sikeresek, akik ezeket betartják, és ezeket mindenképpen megteszik. Úgyhogy akkor most gyorsan megint megosztom a képernyőt, és nézzük, hogy hogyan tudsz elindulni. Tehát egyszerűen a előrejutás nagy titka, hogy el kell indulnod, tehát először is egy döntést kell hoznod, amit már itt az előbb is ugye elmondtam, mert hogy elindulni ebbe a üzletbe egyetlen egy módon fogsz tudni, hogyha tisztán látod azt, hogy mit akarsz elérni. Ugyanis mivel már mondtam nektek, hogy ez nem egy olyan üzlet, ahol főnököd van, itt nincsen senki főnök beosztott viszony vagy iszony itt, ha nincsenek céljaid, és nem látod tisztán, hogy mit szeretnél érni, akkor az a rossz hírem, hogy nem fog működni az üzlet, mert hogy mivel nincs főnök, nincs az, aki meghatározza neked, hogy mi a munkaidőd, és ezért ugye neked kell meghatározni, tehát valójában a célod lesz a főnököd, és azt fogja meghatározni, hogy mennyi pénzt akarsz keresni. Mi az, ami téged lendületbe hoz? Hát ezt az előző preziből is láthattátok, hogy akarsz-e több pénzt, nyilván nagyobb kocsit, szebb kocsit, új kocsit, nagyobb házat, vagy utazni a világban, vagy egyszerűen csak, hogy mi az, amit téged most ez a jó lenne ezt megcsinálni. Lehet, hogy nem tudom, egy másik ruhát akarsz, egy másik cipőt, mit tudom én, vagy ilyen nagyobb, nincsenek olyan nagy terveid, de majd evés közben megjön az étvágy. Ugyanis, hogyha ugye változtatni akarsz az életeden, akkor van-e olyan, hogy hajlandó leszel dolgozni a céljaidért? Mert ugye a munkahelyen ezt nem kérdezik meg, hiszen ott a fizetésért dolgozol, és ott nem kérdezik meg minden nap a főnököt, hogy hajlandó vagy-e bejönni dolgozni holnap. Tehát itt neked igenis meg kell, hogy kérdezzük majd, hogy hajlandó vagy-e dolgozni a saját célodért, illetve dolgozni fogsz-e hetente minimum 15 órát. Ugye, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ebbe az üzletbe nem kell beletenni időt, energiát, de igen, heti 15 órát, hát azért bele kéne tenni. Nem baj, ha többet teszel vele, de ez a minimum. Jó? Tehát ennyit azért el kell. Elfogadod-e, hogy ez egy vállalkozás, és hogy még ebbe a vállalkozásba te valójában még kezdő vagy? Én az elején a Pistinek nagyon sok fejtörést okoztam, és Bos Pisti annak idején, hogy én egy egoista voltam, én mindent jobban tudtam mindenkinél, hogy mert azt hittem, hogy azért, mert építési vállalkozó vagyok, vagy már nem tudom hány éve vállalkozom, ebben is én nagyon nagy májár vagyok, hát nem voltam, mert hogy ehhez nem értettem. Jó, tehát ezért el kell, hogy fogadd, hogy ez egy vállalkozás, működő vállalkozás, helyetted is el tudunk végezni dolgokat, de veled együtt sokkal könnyebben, úgyhogy ezt próbáld elfogadni. És hogy akarod-e, és biztosan akarod-e csinálni, mert csak akkor fog működni. És ha mind a három ki van pipálva, vagy célod, megvan a célod, hogy akarod, akkor gyerünk. Tehát ennyi, hogy tehát muszáj, hogy meglegyen a cél, és az, hogy akarni akarod. Jó, és akkor itt jön az, hogy, mert ugye miért, mindig kérdezik, hogy jó, de nekem miért kell valamivel elindulnom, regisztrálnom kell. Hát válasz ki, hogy mivel tudsz elindulni. Az első lehetőség, hogy egy minimum csomagot legalább válasszál ki magadnak. Most ez csak egy példa, nem muszáj ezeket a termékeket, nyilván te döntöd el, hogy melyiket válogatod össze, de a minimum a 25 000 forint értékben össze kell válogatni egy valamilyen kis csomagot ahhoz, hogy regisztráljál, és akkor kapsz egy ilyen szép kis kártyát, ami nekem is van, és innentől kezdve diszkonttaggá fogsz avanzsálni, és 5%-kal olcsóbban fogod tudni megvenni a termékeket, és elindulhat a karriered, ugyanis 5% olcsó lesz a termék, saját jogon tudsz vásárolni terméket, kérhet saját webshop kódot a flpshop.hu-n, rendelhetsz online, lehetőséged van elérni az üzleti szintet, és egy ilyen szép kártyát fogsz kapni. Ez a diszkont tagság, és még egyszer hangsúlyozom, semmire nem kötelez, ha te itt megállsz, akkor megállsz, de már egy ilyen kártyád egy életre van. De indulhatsz egy másik csomaggal, egyébként én most ezt promózom, már tegnap beléptettem pont egy fiatalembert ezzel a csomaggal, ez a start csomag, ami azért nagyszerű, mert a startcsomag 153 ezer forint, egyébként ennyi sose volt az üzleti szint, tehát illetve nagyon régen volt már, nem tudom, kb. 6-8 éve biztos, mert azóta egyre csak drágul a euró miatt. Tehát ez most a legjobb lehetőséget, hogy ezzel induljál, ugyanis ezzel el fogod érni az első üzleti szintet azonnal. 25-30% jutalék kifizetése a közvetlen regisztrációkból, ezt majd
a szponzorod majd elmondja, hogy miért 25 vagy miért 30. Nagykerárból 30 vagy 35% kedvezmény a termékekből. Ezt fogják másolni az ismerőseid, nemzetközi házatépítési lehetőség 160 országban. És nézd meg ezt a csomagot, a legjobban összerakva, van benne egy C9 program, van benne két dezodor, van benne két fokrém, két zöld krém, ami nagyon jó, hogyha ott van. Van benne három darab ilyen kis őszi gél, van benne egy propolis krém, van benne egy piros krém, benne van az RG, az L-arginin készítményünk, és benne van a probiotikum, tehát a legjobb, és két lipsz. A legjobban van összerakva a csomag, és ugye, hogyha te is akarsz majd indulni januárba, hát akkor már tudsz januárba indulni velünk ebbe a C9 Challenge programba. Úgyhogy ez a legjobb csomag. És ezzel rögtön megkapod ezt a üzleti szintet azonnal, és amit még mellé kapsz, még egyszer, 30-35% olcsóbb a termék, tudsz csatlakoztatni másokat, kérhetsz saját webshop kódot, rendelhetsz online, minden front csatlakozóból 25-30% jutalékot kapsz, elindul az üzletépítésed. Tehát ezzel már elindultál. Vagy válasz ki ezt a csomagot, ez a harmadik lehetőség, ez a nagy üzleti csomag, ami szintén 2 pont, és 217 ezerbe kerül körülbelül, ugyanis ezzel ugyanúgy eléred az üzleti szintet, ugyanúgy 25-30% jutalék kifizetés a közvetlen regisztrációkból, nagykerár 30-35% kedvezmény a termékekből, ezt fogják másolni az ismerőseid, ajándéktermékek kb. 50 ezer forint értékben, na itt ez a nem mindegy, hogy ebben van 50 ezer ajándéktermék, nemzetközi házatépítési lehetősége 160 országban. Tehát ezzel ugyanúgy eléred az Ascent Supervisor szintet, és itt ugyanazokat most nem sorolom fel, de ugyanaz, ami a másiknál. Ami nagyon fontos, hogy nálunk, ha egyszer elérsz egy üzleti szintet, akkor soha nincs visszaminősítés. Tehát ha egyszer kipipáltad ezt a Ascent Supervisor szintet, vagy a Supervisor, a helyettes igazgató, vagy a igazgatói szintet, lehet, hogy csökken a forgalmad, mert éppen most megpihensz, nem annyira dolgozol, de akkor is azon a szinten leszel mindig kifizetve azon a százalékon. Ez a legfontosabb, és két havi gyűjtőpontrendszer van, ami nagyon fontos. Tehát te fogod eldönteni, melyiket választod, tehát az első lehetőséget, a másodikat, vagy a harmadikat. Egy lényeg, hogy te döntesz. Tehát a szponzorod segíteni fog abba, bármelyiket fogod választani, ha az elsőt, hogy összegyűjtsd a 2 pontot, mert éppen nincs erre pénzed, hogy ilyen csomagot vegyél, a másodikat akkor abba is segít, a harmadikba is, tehát mindegyikkel te jársz jól, és a te döntésed. Itt az flpshop.hu, ezen lehet megrendelni egyébként, most sajnos személyes vásárlásra nincs lehetőség, tehát webshopon tudunk bárkit regisztrálni, de tök kényelmes, semmi dolgod nincs, csak leülsz a gép elé, erre meg fogunk tanítani, erre van videónk is egyébként, hogy mit lehet ezekkel csinálni ebbe a webshopba, és a futár csönget, 24-48 órán belül kiviszi házhoz annak, akinek kell. Miért kell, hogy regisztráljál? Nagyon fontos, hogy terméktapasztalat kell, ugyanis ha a terméktapasztalat az csak úgy magától nem fog jönni. Tehát ha még nincsen terméktapasztalatod, akkor addig nagyon gyenge lábakon áll az üzleted, ugyanis addig lebeszélhető állapotba is tudsz akár kerülni. Ugyanis ez egy ajánlási marketing. Tehát mi nem ügynököket keresünk, aki mint egy székügynök, hogy eladod a legrosszabb, rozogább széket is, csak azért, hogy megéljél, de otthon mondjuk nem ülnél rá. Ez nem így néz ki. Nálunk a termékfogyasztás az a legelső, hiszen ha nem fogyasztasz terméket, akkor mit ajánlasz? És ezért a jó terméktapasztalattal például olyan kifogásokat fogsz tudni szétverni, ami nem működik a termék, mert egyből fogod tudni, hogy ez nem igaz. Ebben hinni kell, akkor ez egy piramis, nem érdekel, nem vagyok olyan, már mindenki ezt csinálja, nincs időm, nincs pénzem, nem ismerek senkit. Na, ezeket szét fogod verni, jó? Ugyanis egyből fogod látni, hogy a termék kiválóan működik, és akinek kiválóan működik a termék, és megosztja másokkal, azok igazából szoktak működni az üzlet is, mert hát akkor ugye egy nagy, tehát annyira erősen fogod tudni ezt kommunikálni emberek felé, hogy nem lesz kifogás. Hidd el, hát ez így működik. Na és mire lesz szükséged? Na nézzük meg, hogy milyen eszközökre lesz szükséged. Hát vagy egy mobiltelefon, vagy egy táblagépre, vagy laptopra, vagy számítógépre, egy naptárra, egy üzleti naptárra, akkor egy profilozóra, majd ezt a szponzorod elmondja, hogy ez micsoda, és hát vagy wifi, vagy mobilnet. Tehát ha valamelyikkel már rendelkezel, illetve hát azért vagy wifi, vagy egy mobiltelefon, vagy wifi és egy laptop, akkor már többit beszerezhető. Igazából ennyi az anyag szükséglet ehhez az üzlethez, hát ez nem egy nagy befektetés, hiszen szerintem már most is vagy okos telefon. És mit kell csinálnod? Hát profiloznod kéne az ismerőseidet.
hogy egészségügyi problémája van-e, hogy anyagi nehézségei vannak-e esetleg, nem tudja befizetni a csekjeit, vagy szeretne utazni, szabad életre vágyik, akar vállalkozó szellemű, szereti az online eszközöket és a online elérhetőségeket, vagy akár az ilyen Facebook, meg Insta, meg mindenféle közösségi médiát. Anyuka otthon van a gyermekével, és hát nem jön ki abból, hogy otthon van, tehát szeretne pénzt keresni. Sok időt tölt a közösségi oldalakon, még ezt már megelőztem. Szereti az egészséges életmódot, tehát rengeteg-rengeteg olyan, erre van egy profilozónk, profilozó segédlekünk, majd ezt is kiad létszeres, hogyha majd el akarsz indulni a meghívottól, mert tudunk ebbe segíteni. Még rengeteg egyébként, ez csak egy példák, hogy mi alapján tud az ismerőseket egyébként profilozni. Kik lehetnek a vásárlóink? Hát erről is már azért beszéltem, munkatársaink, akik szeretnek egészségesen élni, család, rokonság, már ne velük kezdjed, barátok, ismerősök, egy szóval mindenki, akit ismersz, tehát mindenki. Tehát arra kérlek, hogy ne szelektálj. Egy nagy öreg házatépítő mindig azt mondta, hogy figyelj, ki az, akivel ki szeretnél szúrni? Na, azt ne írd fel a listádra, jó? Tehát mi így gondolkozunk erről. És hogy mit kell csinálni? Hát figyelj, nagyon egyszerű. Először is használ a terméket, ezt is már elmondtam. Jó, nagyon fontos, hogy használd a terméket, mert ha használod, akkor valószínűleg tudom mondani, hogy ajánlani fogod a terméket, hisz annyira jók a termékek. Majd nagyon egyszerű, taníts tovább a marketinget, és te is képződjél, és tanuljál tovább. Tehát ennyit kell csinálni, tehát ezt a körforgást, ha megtanulod, és ezt csinálod, nem tudod elkerülni azt, hogy ne legyél sikeres ebből üzletbe. A Forever tevékenység még egyszer miről szól? Otthoni vállalkozás, szabad munkaidő, a csapat eleje, online, offline, és nincs más dolgod, mint a webáruházat és a diszkonterokat reklámozni, most főleg a webáruházat, és csapatépítés és az üzleti lehetőség bemutatása. Ezt a két dolgot kell csinálni, tehát semmi mással nem kell foglalkoznod. Oké? És hogyan építünk sikeres üzletet, amit már nagyjából érintettem, ha ez vagy te, jó, ha férfi vagy, akkor nyilván nem ilyen jók a lábaid. Mondjuk te 10 órát dolgozol, mondjuk hetente, lesz egy kisebb csoportod, aki többet, 30 órát, lesz egy másik, aki 10 órát, lesz egy harmadik, aki akár 50 órát szintén, vagy még aki 20 órát. Tehát lényeg az, hogy ez az egészből fogsz részesülni, és ezeknek az embereknek megtanítjuk azt, hogy hogyan tudnak ők 20-30 fős vevőkört kiépíteni, illetve 3-5 kulcsembert, aki szintén dolgozni szeretne. És igazából nem csinálom más, mint csak lemásoljuk az üzletet. Tehát ha már te kentél meg zsíros kenyeret, akkor gondolom meg tudod tanítani egy embernek, hogy hogy kell megkenni a zsíros kenyeret. Ez az üzletnek a működése. Egyébként egyszerűen működik, bárki meg tudja csinálni, és ezt kell tovább tanítani mindenkinek. Tehát nem egy agysebészet, jó? Tehát ez egy tök egyszerű üzlet, csak sokan egy kicsit megbonyolítják. És hogy túl szép, hogy igaz legyen, lehet, de mit kell csinálnod, és majd ezt fotózd, de ha gondolod, hosszú távon kell gondolkodni, 2-4 évet rá kell szállni, és heti 10-15 órába kell gondolkodni legalább. Ez nem azt jelenti, hogy 2-4 év után fogsz pénzt keresni, hanem akkor fogod igazából elérni azt a nagy kitűzött álmot, ha mondjuk akár ilyen több milliós bevételre gondolsz, hogy ezt simán meg tudod keresni. Időt és energiát kell befektetni. Megosztani a lehetőséget mindenkivel, a mindenkivel, a szó szerint mindenkivel. Elkötelezettség és kitartás kell ahhoz, hogy ebbe az üzletbe elérje dolgokat. Őszinte leszek, nem mi is éltünk meg ebbe az üzletbe a 18 év alatt nehéz időket. Ugye 2008 egy válság volt, ott azért volt egy törés nem a cégnél, hanem maga az egész embereknek a fejébe, a gondolkodásába, de túléltük. És itt van most, ez most olyan válság, ami minket például pont felemelt, mert ugye ez a mostani időszak, ez pont arra jó, hogy ugye a termékeink nagyon fogynak, az üzletet most már kezdik komolyan venni az emberek, mert látják, hogy igen, ebben a üzletben van potenciál, hiszen mi túléltük ezt a márciustól, ezt a karantén vizériát, és hát fejlődtünk, és nem visszafejlődtünk. Jó, tehát elkötelezettség kell. Nyitottság a változásra. Ez egy olyan üzlet, amit nem tanultál, nem tanítják. A network marketing sok ember fejében egészen mást mutat, mint amit valójában csinálunk. Tehát legyél nyitott, kérlek arra, hogy igenis egy másfajta gondolkodás kell az üzlethez. És használni a rendszert. Figyelj, ez a hétfő csütörtököt a Pistiékkel, mi nem azért csináljuk meg a Szabó Jödiékkel, meg a többi vezetővel, mert éppen nincs jobb dolgunk hétfőn csütörtökön, este 8-tól 9-ig. Azért, hogy ti tudjatok használni egy olyan rendszert, ahol meg tudtok hívni embereket, és hogyha meghívtok,
akkor ezek az emberek a legtöbb el fogja fogadni a lehetőséget. Nyilván lesz köztük, aki vagy nem, de hát mindenki nem lehet forever fogyasztója, a forever termékek fogyasztója, meg a forever üzletnek az építője. Jó, és tanulni kell is fejlődni. Ebből üzletben te sokkal jobb kiadást fogod majd elérni magadnak, ami most vagy, és mondjuk egy fél év múlva. És hát indulj el az úton, és nagyon kérlek, hogy beszélj a meghívóddal, és kérd a segítségét, mert hidd el, hogy anyagilag ő érdekelt abban, hogy segítsen neked, és ha ezeket a pontokat betartod, tuti, hogy nem fogod elkerülni azt, hogy ne legyél sikeres ebben az üzletben. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok itt végig, látom itt azért még mindig annyian vagytok, mint az elején, és remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a prezentációkkal. Arra kérlek, hogy még egyszer beszéljetek, illetve gyertek hétfőn, meg szerintem aki munkatárs, azt gondolom vasárnap is majd itt lesz, mert vasárnap megint folytatódik a képzés. Ugye, Pisti?